Ne cer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Simon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Că suntem Hache de Schneese și în că suntem Studiomba, építész, aki az Erdély Magyar Szövetség lista vezetője a Szilágy megyei, illetve Zila városi tanács listáján. Rövid bemutatkozás után ismertest kérlek az Erdély Magyar Szövetséget és a célkitűzését. Köszönöm szépen is köszönöm a meghívást, és köszönöm én is köszöntöm a kedves nézőket. Elsősorban röviden beszeretnék mutatkozni, Nagy Attila vagyok, építészként tevékenykedem Zilahon 15 éve, amióta befejeztem az egyetemet, és Kolozsvárról hazatértem. Privát szférában dolgozom, saját tervezőirodám van, és sokat dolgoztam műemlékvédelemben, területfejlesztésben, városrendezésben. Az egyetem utáni mesterképzésem nyelvénik védelemről szólt. Szeretem ezt a szakmát, és úgy gondolom és remélem, hogy az eddigi praxisom, az eddigi tapasztalatom feljogosít arra, hogy próbáljak városomnak és megyének valamit tenni az Illakvárosi vagy a Szilágymegyei Tanácsból. A szavazóknak az az óhaja és üzenete a politikai képviselet felé, hogy az erdélyi magyarság összefogjon, hogy egy erős képviseletünk lehessen. Mit tudsz mondani ezen kérdés kapcsán? Történtek-e ilyen irányú kezdeményezések? Az Erdély Magyar Szövetség és az RMD között. Erre gondolok. Ez valóban egy nagyon fontos kérdés, és minden bizonyal erre mindenki kíváncsi. Engem két hónappal ezelőtt kért fel az Erdély Magyar Szövetség, hogy a szövetség színeiben képviseljem őket, úgy ahogy eddig is elmondtuk a megyei tanácsosi és az Illakvárosi listán. És egy pár nap gondolkodás után válaszoltam a szövetség vezetőségének, és igent mondtam, egy kitétel, egy kéréssel. Nem mondjuk azt, hogy feltétel volt, de egy nagy kérés számomról. Mindenképpen azt akartam én is, hogy legyen egy összefogás, és egy koalíciós képviselete a sziládsági magyarságnak. Ezért Összeültünk, és együttesen a, a az Erdély Magyar Szövetség szilágymegyei két társelnökével közösen megfogalmaztunk egy levelet, amelyet személyesen elvittem az RNDS, hez és ebben a levélben az állt, hogy mi nyitottak vagyunk az RMDSZ-szel való együttműködésre, és ennek fejében mi, szerettünk volna kérni két tanácsost összesen, egy zilahvárosi tanácsost, és egy megyei tanácsost. El szeretném mondani, hogy jelenleg az RMDS-nek 8 megyei tanácsosa van. Az elmúlt években volt 10 megyei tanácsosa, tehát kettő bukott a megyei listán. A városi tanács listán az RMDS-nek jelenleg három tanácsosa van, ezelőtt 15-20 évvel volt öt tanácsosa, tehát itt is kettőt bukott a listán. Mi azt üzentuk az RMDS-nek, hogy Azokat a szavazókat, akik elbátortan tanulottak, és nem mennek el szavazni, vagy esetleg átszavaznak egy más jobboldali pártra, azokat mi mozgósítani tudjuk, és mozgósítani akarjuk. És ennek fejében egy koalíciós listán, RNDS plusz RD Magyar Szövetség, meg tudtuk volna mozgósítani a szavazótábort úgy, hogy a megyei tanásban. 8 plusz 1 tanácsosunk legyen, tehát 8 az RMDS-től és 1 az Erdély Magyar Szövetségtől, valamint az illakvárosi tanácslistán lett volna minden bizonyal 3 plusz 1 tanácsosunk. Tehát mi ezt megpróbáltuk. Sajnos azt kell mondjam, hogy csalódtunk és nem kaptunk erre a mi kezeményezésünkre és nyilván jó indulatú levelünkre egy választ, és a jobb oldaliként, -jobb oldaliként érző magyarság úgymond magára maradt. De ettől mi nem bátortanattunk el, és mi képviselni szeretnénk mindazon szilárdsági magyarokat és zilai magyarokat, akik, akik, bíznak bennünk, és akik bíznak abban, hogy a közép jobb oldal jól fog tudni teljesíteni. Meg szeretném említeni azt is, hogy az erdélyi szavazóbázis egyértelműen jobb oldalra mozdult ki, tehát a mostani felmérések szerint a jobboldali nagy román pártok legalább 10 százalékos pontarányjal vezetnek a baloldali pártokkal szemben, és egyértelműen az lenne a jó, az lenne a célszerű, hogyha mi, magyarok, a nagy nagypártokkal tudnánk szövetségre lépni. Értem. Hogyha még Hozzá akar fűzni valamit? Hát, azt tudnám még hozzáfűzni, hogy nekünk nagyon jó a viszonyunk a liberális párttal. Természetesen ők szurkolnak nekünk, hogy legalább egy megyei tanácsosunk legyen. Mi is szurkolunk nekik, hogy együtt ott lehessünk a megyei tanácsban. El szeretném azt is mondani, hogy nagyon jó a mi kapcsolatunk, mint Szilágy megyei szervezet a Nagyváradi Erdély Magyar Szövetség szervezetével. Tulajdonképpen ott van a mi székhelyünk, székházunk. A, az Erdély Magyar Szövetség elnöke köszöntan Csamortányi István, akivel egy nagyon jó viszonyt ápolunk. Ugyanakkor el szeretném azt is mondani, hogy úgy az Gyula úrral, mint Szilágyi Zsolt úrral, akik az Erdély Magyar Szövetség színeiben indulnak a polgármesteri, illetve a megyei tanácsosi listán. Nagyon jó viszonyokat ápolunk, és ők az ő tapasztalatukból mindenképpen át akarnak nekünk adni és segíteni nekünk. Talán a legfontosabb kérdés, amit akarnak tudni a választok. mit tud tenni Nagy Attila, mint építész, és az Erdély Magyar Szövetség, úgy a zilai községekért, mint a szilárdságért? Igen, uh, igen. Uh, ez uh, valamilyen szinten uh, kapcsolódik az előző kérdéshez is. Uh, köszönöm szépen a uh, kérdést. Hát építészként az az igazság, hogy nagyon sokat lehet tenni, úgy a helyi tanásban, mint a megyei tanásban. Mindenképpen mi most arra szeretnénk összpontosítani, fókuszálni, hogy továbbra is ápoljuk a Nagyváradi Erdély Magyar Szövetséggel és az ottani barátainkkal a jó kapcsolatot, ugyanis köztudottan Nagyvárad három éve körülbelül országos első a lehívott európai pénzekben, pályázatokban és ezeknek az implementálásában. Ott a nagyváradi polgármesteri hivatalban egy egész csapat, egy egész iroda, most már igazgatósággá nőtte ki magát, dolgozik az európai uniós pénzek lehívásán, a pályázatok összeállításán, ebben a mechanizmusban, ebben az apparátusban szakemberek vannak, jó szakemberek lettek bevonva. Mindenki dicséri és elismeri Nagyvárad polgármesterének a teljesítményét, viszont tudjuk, hogy mögötte egy nagyon jó csapat áll. Az előbb említettem épp Zagyko Gyula urat, aki polgármester jelölt Nagyváradon, és tudni kell róla, hogy három éve ő a polgármesternek a tanácsadója, a személyes tanácsadója, és épp ebben a három évben fejlődött annyira jól Nagyvárad, hogy ennyire sok Európai Uniós pályázatot tudtak lehívni és megvalósítani. Te mit gondolsz a te szakma területedben? Melyik a legfontosabb és elsődlegesen megoldható problémák úgy Zilla város, mint Szilágy megyei, megyét illetően? Nekem mondhatni egy lelki ügyem, Zilla ügye, és elsősorban a történelmi város rész, a városközpont szép pététele, mert Ugye egy turista, egy vendég, hogyha ellátogat városunkba, de nem csak a mi városunkba, vagy akár milyen más városba vagy településre, elsősorban a főteret, a történelmi városközpontot akarja látni. Tehát ez a városnak a szíve, a városnak a tükre egyben, és egyben annak is a tükre, hogy az illető közigazgatás, adminisztráció mennyire igényes, és mennyire Kultúrigényes. Sajnos a mi városunkban a történelmi városközpont a fő a teljes mértékben el lett hanyagolva. Gyakorlatilag negatív példának van mindenhol szakmai körökben is elhozva Zilaknak a főtere, hogy mennyire tönkre lett téve és mennyire elhanyagolt. Tehát ez mindenképpen egy elsőleges probléma erre tervet kell készíteni, és Európai Uniós pénzeket lehívni. Szeretném hozzáfűzni ehhez a gondolathoz azt is, hogy 2013-ban már volt egy olyan kezdeményezés, amelyet az erdélyi építészkamara indítványozott együttesen, közösen a Zilai Polgármesteri Hivatallal, és ahol az építészkamara engem kért fel, mint műszaki konzulens, tehát szakmai tanácsadó, hogy én ezt a tervpályázatot irányítsam. Volt is nyolc színvonalas terv, amelyekből kiválasztotta két nyertes tervet. Nagyon jó ötletek voltak benne, nagyon jó elképzelések voltak. A polgármesteri hivatalnak az volt az ígérete, hogy ebből a két legjobb tervből összegyúrmázva és leszűrve a következtetéseket készítenek egy végleges és pontos felújítási tervet az egész főtérrészről és a hozzá csatlakozó közterekről, amit természetesen pályázat formában elindítanának, hogy egy európai finanszírozást lehessen rá kapni. Sajnos hét és fél év eltelt azóta, ezt a tervet valahova a fiók mélyébe tették, és megfelelkeztek róla. Mindenképpen, mint tanácsos, szeretném ezt a tervet elővenni, és azokkal a következtetésekkel, amik, amiket akkor levontunk, és ahol akkor pontot tettük, tettünk, onnan tudjuk tovább folytatni. Természetesen ez, ami Zilag várost és Zilag főterét illeti, de minden egyes településnek megyénkben megvannak a specifikus problémái. Ugyanúgy, ahogy most Zilagot említettem, például Szilácsomjónak az egyik specifikus problémája ugye a Bátori Várnak a rehabilitálása, amelyre számos próbálkozás volt, eddig sajnos nem bizonyultak sikereseknek, de én azt tudom, hogy a Szilácsomi Polgármesteri Hivatal folyamatosan pályázik, és reméljük, hogy ott marad a jelenlegi csapat, és az elkezdett munkát folytatni tudják, és lesz egy szép nyertes pályázatunk, amit majd, majd kivitelezni fognak. Szilárdsomjot illetően ezt szerettem volna elmondani, de ugyanúgy általánosíthatunk, és minden egyes, megyünk minden egyes településében, megtaláljuk azokat a sajátos, specifikus építészeti problémákat, amelyeket, amelyeket meg kell oldani, és ezeket mindenképpen csak úgy tudjuk megoldani, hogyha egy nagyon jó pályázati e, irodával e, fent tudjuk ezeket tartani, e, akár a e, megyei tanács, akár az illakvárosi apparátusába integrált pályázatíró e, irodán keresztül, amit az előbb említettem. És talán az utolsó kérdés, Mit mondhatsz a nézőknek az elkövetkező politikai egyetértésről, kivel fogják keresni az Erdélyi Magyar Szövetség az együttműködést? Hát attól eltekintve, hogy mi sajnos nem kaptunk a koalíciós kezdeményezésünkre választ az RMDS-től. Nyilván mi kitartunk amellett, hogy a magyarságot illető problémákban mindenképpen összefogjunk. Mi támogatjuk azokat az esélyes és jó jelölteket az RMDS részéről, akik, akik továbbra is, hogy a polgármesteri hivatalok élén legyenek, vagy tanácsosok legyenek. Viszont mi ki tudjuk azt jelenteni magunkról, hogy mi középjobboldaliak vagyunk. Az RMDS nem tudta sok jelenteni magáról, nem is akartak jelenteni, hogy jobboldali, vagy baloldali, vagy milyen ideológiát képvisel a politikai mezőnyben. Tehát, mivel mi középjobboldaliak vagyunk, egyértelműen a középjobboldali román pártokkal, a nagy pártokkal fogjuk keresni a koalíciókat. Mi egy nagyon jó viszonyt ápolunk a liberális párttal, és ezt úgy kell értelmezni, hogy Jók a, a viszonyaink a szervezetek között is, és jók a személyes kapcsolataink és viszonyaink is. És mindig mindenki szem előtt kell tartsa, hogy egy bizonyos településen, egy bizonyos megyében kik vannak, mint személyek, kik vannak, mint emberek mind a mellett, hogy pártideológiákat és irányokat követünk. Mi úgy gondoljuk, hogy hogyha lesznek tanácsosaink a megyei tanácsban, illetve a Zilach város tanácsában, akkor ezt az irányt fogjuk követni, és ismétlem, a közös ügyekben, a magyar ügyekben mindenképpen össze fogunk fogni az Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is Sok köszönöm. Sok sikert szépen. kívánunk 27, szeptember 27-én. Én is köszönöm szépen a, a meghívást. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.